Ebben a prezentációban először a logikai függvényekkel fogunk megismerkedni. A logikai függvények közül a legfontosabb, legtöbbet használt függvény a Ha függvény. A Ha függvény tulajdonképpen a programozáshoz kapcsolódó függvény, elágaztatást végez. Tehát a logikai függvény segítségével egy feltétel szerinti elágaztatást lehet végezni. 3 paramétere van, meghívom a függvényt. 3 paramétere van. Az első paramétere a feltétel, amely mindig egy logikai állítás. Tehát ez. A második feltétel az igaz ágnak nevezett rész, ami akkor hajtódik végre, ha ennek a feltételnek, logikai állításnak az eredménye igaz. A harmadik paraméter pedig a hamiság, amely akkor hajtódik végre, ha ennek a logikai állításnak az eredménye hamis. Tehát még egyszer, a Ha függvény az feltétel szerinti elágaztatást végez, megfelel a programozásban tanult elágaztatásnak, tulajdonképpen ugyanarra használható, mint ott. Aki tanult programozni, az tudja, hogy ez mit jelent. Aki nem tanult programozni, azok számára is ezt a függvényt nagyon-nagyon sokszor kell használni, úgyhogy mindenféleképpen meg kell tanulnunk, meg kell ismerkednünk a használatával. Annyit előzetesben talán elmondanék, hogy a függvény elkészítésénél, amikor egy adott feladatra alkalmazzuk, mindig a legnehezebb kitalálni azt, hogy mi legyen a logikai vizsgálat. Tehát mi kerüljön ebbe a paraméter sorba, mert egy adott feladathoz tartozó logikai feltétel kitalálása igényli a legnagyobb körültekintést, odafigyelést, időt. Ha ez megvan, akkor a másik 2 az már gyakorlatilag nagyon egyszerű feladat. Nézzük meg a konkrét problémát. Ebben a feladatban 10-es tört számokat látunk, 1,1-től 2,8-ig futnak ezek az értékek, és mellette eredményként olyan értéket kell kapjunk, amely speciális módon van kerekítve, nem 5-től, illetve 51%-tól kerekít fölfelé, hanem 7-től kerekít fölfelé. Ezt kell valamilyen formában megoldani a függvényünknek. Nézzük meg az állítást magát, a logikai feltételt, hogy az hogyan van összeállítva. A C104-es cellában 1,1-et találunk, abból ki kell vonni a 104-nek az egész részét, vagyis 1-et, tehát 1,1-ből 1-et, az 0,1, az kisebb kell, mint legyen, mint 0,7. Ez az állítás, az a logikai állítás. Ha ez az állítás igaz, mint látjuk jelen pillanatban igaz, akkor a függvény úgy működik, hogy a második paraméter, második argumentum vagy írt információ, illetve hát eredmény íródik ki az eredmény. Eredményként, ami most nem más, mint a C104-nek az egész része, vagyis 1. És abban az esetben, ha ez nem lenne igaz, akkor ehhez az értékhez még 1 hozzáíródna, akkor lenne 2. Most a függvény maga azért működik jól, mert hogy ezt ugye lemásoljuk 1-jel lefelé, akkor a következő soron a relatív cellahivatkozások miatt minden cellacím aktualizálódik, a feltételünk gyakorlatilag aktualizálódik, 0,7 az marad 7, az igazág és a hamiság is aktualizálódik, és egészen odáig 1, illetve 1,1-et kapunk eredményként, amíg 1,6 a kiindulási érték, és az első 1,7-es sornál, amikor már tulajdonképpen ez a kifejezés nem kisebb, mint 0,7, hanem pontosan vele egyenlő, akkor már a hamiság hajtódik végre, tehát akkor megkapjuk a 2-t eredményként, egészen megint odáig 2,6, végig 2-t kapunk, és először 3-at a 2,7-del kezdődő sorban fogunk kapni. Na most Hát a függvény, itt van még egy plusz számítás, hogy a darabteli függvényt alkalmazunk, hogy számoljuk meg hány darab kettes. Található az eredmény sorban 10 darab. Most maga a számítás és ennek a begyakoroltatása és a különböző problémák, feladatokban történő alkalmazása a függvénynek, ez a nehéz. Erre nézzünk meg gyakoroltatásképpen néhány feladatot. Emlékeznek rá, hogy a www.wikiskola.hu honlapról letöltöttük ezt az Excel gyakorló állományt, és ebben találhatunk sok hasznos munkalapot a HA függvény gyakoroltatására. Nézzük meg. Igen. Először a Ha plusz nevű munkalappal kezdeném, mert ez még egy elég egyszerű feladat lesz. Ugye itt látunk számokat, pozitív és negatív számokat, és a függvényünk a következőt csinálja. A függvényvizsgálat részében azt mondjuk, hogy ha a szám nagyobb, mint 0, tehát ez a feltétel rész, akkor ez a szám pozitív, egyébként pedig negatív. Ezt ugye lemásoljuk lefelé, tehát igazából ki is törölhetném az összes többi eredményt, egy helyes megoldás elegendő, hogy utána mindegyik helyes megoldást fog adni, akkor aktualizálva a képletet megvan az eredmény, tehát ilyen módon szétválogattam a pozitív és a negatív számokat. Nézzünk egy kicsit nehezebb feladatot. Egy tanárnak nagyon sokszor adódnik olyan feladat, hogy dolgozatokat kell kiértékelni. Most itt 6 tanuló írt vizsgadolgozatot. A vizsgadolgozatoknál 0-tól 100 pontig érhetnek el pontokat a tanulók, és 50 pont szükséges, az elégséges. Nem, hanem igen. 60 pont szükséges az elégségeshez, 70 pont, tehát 0-tól 60 pontig, illetve 59 pontig elégtelent kap az illető, 60-tól 69-ig elégségest, 70-től 79-ig közepest, 80-tól 89-ig jót, és 90-től 100-ig pedig jelest. Hát ez elég szigorú pontozás, de ebből a szempontból most minket ez nagyon annyira nem izgat. Lehet látni, hogy tulajdonképpen itt megírtuk magát a képletet előre, csak azért nincsen eredmény, mert az egész kifejezést idézőjelbe tettem, az elejére és a végére is betettem egy plusz idézőjelet.